Sziasztok, srácok! Elkezdjük a márciust, és hát sok infó van, amit el kell mondanom. I don't let you COVID me, okay? Understand? Sok infó van, amit el kell mondanom nektek, lássunk is hozzá. Hova megyünk ma? Belenceitől. És ez egy hányás ez a kocsi, ez még azért, a múltkori forgatásunk. Azért, mert szemetet szedtünk benne. De ez a múltkori forgatás óta nem tudtad kitakarítani? Hát a múltkori... néz ki ez mi? Az autó? Két napja szedtünk szemetet. Kettő. Ja! Ja, tényleg, kettő! Az van, hogy sokat gondolkodtam rajta... Nagyon sokat filóztam rajta, hogy idén márciusban is tartsak egy ilyen 50 videós hónapot podcastekkel meg mindennel, és végül úgy döntöttem, hogy igen. Azért döntöttem így, mert továbbra is nagyon fontosnak tartom azt, hogy az, amivel én foglalkozom, szóval én mint vlogger, kicsit így kilépjek a komfortzónámból. Ezt nagyon szeretem, láttátok, hogy Norvégia, amikor a nulla fokos tengerbe fürödtünk. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a dolgokat, és szerintem ez is beletartozik ebbe, és nem akarok elkényelmesedni, most heti egy videót összerakok, aztán jó van, menjen az ki. Úgyhogy szeretem az ilyen kis kihívásokat, ez nem lesz egyszerű, egyáltalán nem lesz egyszerű. Igazából segítségem most nincs, Dávidot meg tudom néha kérni, hogyha éppen elakadok valamivel, akkor kicsit segítsen be, de... Úgyhogy szokásos módon minden nap találkozunk ezen a csatornán, két naponta a Gameplay csatornán és heti kettő podcasttel, a srácokkal várunk titeket. Remélem, hogy tetszeni fog, iratkozzatok fel, és van még valami, megpróbálok idén kihúzni, márciusban, egy csatornát 100 000 feliratkozóra, csak hogy megkaphassam azt a kis táblácskát, ez az én kis jutalmam lenne. Fogadjunk, hogy sikerül-e vagy nem, ott a link a leírásban, hogyha arra feliratkozunk, akkor köszönöm szépen. Itt vagyunk a Velencei tónál, keresünk valamilyen fotóhelyszínt, kicsit fotózunk, aztán pedig folytatjuk a vlogot. Így raktam be, majd mindjárt neki jár umlizni. És ő mit csinál? Vagy bemászott a kocsiba? Vagy? Nem. Most vettem egy parasztházat Csukoron, és állandóan járkálnak fönt. A náttető, meg a szigetelés között, aha, vagy a lambírja, meg a szigetelés az között. Az micsoda a lába alatt? Az én raktam be egeret, gyümölcsöt, tojást, aha, minden, mert nem tudtam mit kitalálni, mire fog jönni. Inkább engedjük ki. Hogy megy? Viszont mivel ez egy heti vlog, a következő megállónk egy megbeszélés lesz, ahol egyébként találkozok Henryvel és Ábel, és mutatok nektek valamit. Igazából nem is megbeszélésre jöttünk, hanem egy... Hogy fejezd be oda? Úgy néz ki, hogy a Trio Podcast egy kicsit kinövi magát, és szükségünk van egy új podcast helyszínre, és egyelőre ezt próbáljuk kideríteni, hogy hol legyen. Itt hajzeltelefon. De soha van, ott állunk, ahol lesz. Lehet. Csak ezt gondoltam, megmutatom nektek. Ez egy ilyen... És új logónk lesz, azt is mutasd meg az új logónkkal. Igen. Trinyó Podcast. Ez egyelőre ezt a helyet néztük, de nyilván át lesz alakítva az egész. Ultra szép! Azt a mindenit. Be se férünk ide a Trinyód miatt. Nem, tényleg nem. Ez volt az a nagy megbeszélés, amiről beszéltem nektek. Azt nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan lehetséges. Srácok, álljátok, ebből hógolyót lehet csinálni. Kipróbáljuk? Srácok, adjunk már hozzá. Jó, itt, az mi? Hú, van sűk, rupi, és adj már egy kicsit. Nagyon rossz. Nagyon rossz. Akkor megesszük helyet, hogy mi. Ha vizet adsz hozzá, itt akkor hó lesz. De tényleg? Hideg vagy meleg víz? Azt nem tudom. A hógolyó hideg, magyarul aztán hideg víz. Ne, jó! Ja. Oh! Anyá! Figyelj! Jó, szerintem elég. Nem elég, szívja magába, figyelj. Adjunk még, jó nagy hógolyó lesz. De van több tasak. Asszta! Hallod, ez ilyen... Ez mi a... Hallod, figyeld, Ábel! Anyád! De beszívja az...
De édes, édes, édes ízéje van. Undorító. Hogy néz ki a csapon, tesó? De legalább kipróbáltuk. Váltsunk át a rádióval! Az oda, mi? Oda néz, tes. Az mi? Ilyet te nem kapsz, mert te nem vagy triótag. Amit itt hátul láttok, az a rádiónak a stúdiója. Itt szoktunk minden pénteken 7-től este 9-ig nem podcastelni, mindig ezt akarom mondani. Nézzétek meg inkább az én videómat, mert én már egy hete megcsináltam ezt a videót. Ábel azt mondja, hogy iratkozzatok fel erre a csatornára, mert sok... gyertek, megmutatom, hogyan néz ki pontosan az egész. Itt van, srácok, a hangkeverő pult, én itt ülök mellette, és 2 órán keresztül fossuk neki, ami kijön belül. Bani. Úgyhogy ez így néz ki az egész így a... Szerintem tök a hangminőség a videónak. Nem azért, mert... Úgyhogy az egész így néz ki, ez egy ilyen kicsit ilyen behind the scenes akart lenni. Itt most 2 órát rádiózunk. Kitti írta nekünk, hogy lóetetés közben hallgat minket egyébként. Wow! Na de várja. A lóból Kitti, szólunk? Kitti, miért nincs otthon? Mi az, hogy a lóból szólunk? Ez mit jelent? Mi az, hogy a lóból szólunk? Tesó! Ne, hát lehet, hogy a ló nyakára van a rádió akasz, vagy nem tudom. Vagy lehet, hogy a ló... Ne cifrázzunk. Ne, hagyjad le. Lehet, hogy a ló ott van a szobájában. Vagy a ló lenyelte a rádiót, ami nem... Vagy Kittit. Srácok, ilyesmi dolgokra számíthattak minden pénteken, ne felejtsetek, és nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket. Ez így a srácoknak is, nekem is teljesen új dolog, és örülöm neki, hogy működik. Megyünk haza? Aha. Még, még aláírjuk az ilyen papírokat, kapunk papírokat, hogy 8 után kimaradhatunk. És nagyjából ennyi volt a mai videó, srácok. Folytatjuk holnap, minden nap találkozunk, ne felejtsétek el, van az a kis csatorna a leírásban, arra fel tudtok iratkozni. Ha dobtok egy lájkot, azt megköszönöm, meg erre a csatorna is fel tudtok iratkozni, a GameChange csatorna minden másik nap. Van videó, podcast csatorna heti 2, és nem tudom, szerintem mindent elmondtam. Köszönöm szépen nektek a figyelmet, találkozunk holnap, sziasztok!